teacher's lying here, looking through the Sziasztok, Kingdom vagyok, és ebben a videóban azt szeretném nektek bemutatni, hogy az Optifine módot hogy is lehet be, vagyis hát hogy is lehet telepíteni, vagy ilyesmi. Akinek úgy esik, telepíti, meg ilyenek, na. Akinek jó hangzik, na. A lényeg, letöltitek az Optifine-t, Optifine HD for Minecraft 1.5.2, mert ugye ez a legújabb. Na szóval, akkor itt van ez az oldal, és innen teljesen ingyen letölthetitek. Na szóval, akkor itt van a letöltés, de én most nem töltöm le, mivel már nekem le van töltve. Az elsőre kattintsatok rá, és ide alulra ki fogja nektek dobni, ugye, ahogy letölti. Ha persze Google Chrome-ot használtok. Szóval, ugye letölti. Kaptok egy WinRAR mappát. Jobbik esetben, mert ez egy jó program, a WinRAR. És kaptok benne sok ilyen szart. Template, Naturals, meg Natural Properties, meg ilyenek. Na szóval, megnyitjátok a Minecraft-nak a mappáját. A rendes Minecraft-ban már megcsináltam, szóval most a Who Minecraft-ba fogom megcsinálni. Itt belementek ugye ebbe a Who Minecraft mappába. Itt megnyitjátok a Bin nevű mappát, és jobb klikket nyomtok a Minecraftra, mert ugye ezt nem tudjátok megnyitni, és társítjátok a WinRAR-ral. Szóval, akkor itt kidob megint csak ilyen sok szart. Most az itt a lényeg, hogy itt van egy MetaInf mappa, azt mindenképp töröljétek ki. Meg is mutatom. Százalékja, app lett a százalékjel, és megnyitjátok. Ugye, hát ezt már megmutattam. Megnyitjátok. WinRAR-ban. És MetaInf mappa lesz itt. Azt mindenképp töröljétek ki. Ezzel rámentek és kitörlitek. Na szóval, ugye itt van ez a mappa. Itt, hogyha nincs MetaInf mappa, akkor ezt az egészet úgy, ahogy van, kijelölitek. És áthelyezitek ide. Itt leokézzátok, és bemásolta ezt oda. Ezt be is lehet x-elni, ezt is bexelhetitek, és ezt is, ne zavarjon minket. Megnyitjuk a Minecraftot. Alapfokon ugye megnyitjuk. 1.5. Mondjuk ezt most lehet, hogy elrontottam, mert 1.5. Mindegy, lényegtelen. De akkor is futni fog rajta. És akkor... Igen. De mivel ugye az igazi Minecraftban természetesen jobban fut, ezért inkább abban megmutatom a végeredményt. Szóval ugye beléptek, és amint betöltött, az optionöknél egy kicsit kibővült az egész. Tehát itt most van egy olyasmi, hogy egy ilyesmi, hogy single player belementek valami mentésetekbe. És mindegy, én egy pont egy survivalba léptem bele. És igen, kibővült egy kicsit a... Tehát van performance, quality, meg ilyenek. Ezek közül van olyan, hogy ugye egybeáll az üveg, meg a fű is. Meg ugyebár a fű is így, hogy is mondjam, igen, ott látszik, hogy így lesz. Tehát az oldalán is van némelyiknek, nem mindegyiknek, de némelyiknek van. Az üveg egybeáll, és változtathatjátok, hogy szép legyen a fa. Tehát úgy generálja az egész world-öt, hogy szebb legyen a fa lombja például, meg ilyenek. Tehát szerintem azért így szebb, meg úgy igényesebb is. Ja, és elfelejtettem mondani, hogy nem laggol annyira a Minecraft. Tehát az Optifine az amiatt is felel, hogy ne laggoljon annyira. Szóval igen. Hát az Optifine az kb. Ennyi lett volna. A következő rész nem tudom mikor válható. De
lesz következő rész ebből a segítek nektek videóból. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Beszélj, hogy tengetsz!